Január 2-án látta meg a napvilágot az első 2017-es újszülött Gyulán. A kisbaba szülei szentesiek onnan szállították az édesanyát a gyulai kórházba. Erre azért volt szükség, mert a kismama még csak a terhesség 6. hónapjában járt, eredetileg márciusra várta első gyermeke érkezését. Próbáltuk a babát mindig tovább bent tartani, és akkor tegnap reggel 9 óra 20 perc, akkor megindították, és császármetszéssel a szülést, de hál' Istennek minden rendben van, a baba felsírt, mondták, hogy jó erőben van, attól függetlenül, hogy ő úgy gondolta, hogy ilyen hamar meg akar születni, hogy minél többet lásson ebből a világból, de jó vagyunk, az a lényeg. A 950 grammal született Lucára jelenleg még a gyermekkórházban vigyáznak, és bár nem gyulai, valószínűleg mindig nagy örömmel fog visszatérni a városba, ahol nagy szeretettel fogadták. Nagyon boldog volt, és nagyon megköszöntem, mikor reggel telefonon közöltem vele, hogy nem tudok menni, de el fogom jutatni a kórházba addig, amíg így Gyulán lesz. Mikus Éva immár 15. éve lepi meg az év első gyulai szülötteit 20.000 forinttal és ajándékokkal. A város kiváló polgára címmel is büszkélkedő adományozó ugyanúgy örül a kis Luca érkezésének, mintha gyulai lenne az újszülött. Nekem teljesen mindegy, hogy milyen baba. Jó legyen a szülő, aranyosak a szülők, imádják a gyereket, nem letenni és mindegy. Szóval ez nem megy, ez így nem megy, ez nagyon szeretni kell, és én sok anyukának kívánom, hogy igenis vállaljanak gyerekeket. Vállaljanak, mert annál az anyaságnál, amikor az ő szíve alatt egy kis szív dobog, és azt kívánni, azt a 9 hónapot, az egy gyönyörű Isten áldás. És ez legyen ilyen áldás a sok-sok anyukának, ezt kívánom a 2017-ben. Az idei első gyulai gyermek születése is felhívja a figyelmet arra, mekkora szüksége van a koraszülött mentőautóra a térségnek.